Sziasztok, köszöntök mindenkit, az én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Igazából nem is akarom ezt az intrót elhúzni, csapjunk a lecsóba. Ebben a videóban elmondom, hogy hogyan építs kapcsolatokat, mik azok a tippek és trükkök, amivel nagyon hosszú távú kapcsolatokat lehet építeni, amik biztos alapon nyugszanak. Hogyha érdekel az téged, tarts velem! Az első és legfontosabb a kapcsolatépítésnél az az, hogy mindig adj többet, mint amennyit kérsz. Tehát ez az 51-49-es szabály. Bármiről van szó, akár információ cseréről, hogyha üzleti kapcsolatot akarsz kialakítani, akár egy szolgáltatás nyújtásról, mindig adj többet, mint amennyit te kérsz. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Amikor nekem a weboldal készítő vállalkozásom volt, akkor ha megegyeztünk, hogy én egy oldalas weboldalt fogok neki adni X összegért, akkor adtam egy egyoldalas weboldalt, meg még mondjuk egy plusz oldalt hozzá, tök ingyen. És többet adtam, mint amennyit ő elvárt. Emiatt jó szívvel tudott engem ajánlani az ismerőseinek is, hogy dolgozzanak velem, hiszen ilyen meg olyan jó vagyok a weboldal készítésben. Tehát ez az elsődleges szabály, hogy 51/49, adj többet, mint amennyit kérsz. A második, beszélgess olyan témákról az emberekkel, ami őket érdekli. Minél inkább kérdezgesd az embert, mint hogy te beszélnél. Mert vannak erre tanulmányok is, és kutatók már kimutatták, hogy ha te beszélgetsz valakivel egy baráti beszélgetésen vagy, és te egyáltalán nem beszélsz, csak kérdezősködsz, tehát hogy nem mondod el a saját dolgaidat, csak kérdezel tőle, nyitott kérdéseket, hogy ő meséljen, akkor a találkozás végén az adott ember sokkal szimpatikusabbnak fog tartani téged. Miért? Azért, mert mindenki szeret a saját életéről mesélni, mindenki úgy gondolja, hogy az a legérdekesebb. Tehát, hogyha te ténylegesen tudatosan akarsz kapcsolatot építeni, akkor kérdezgesd a partneredet, hogy legalább 60-70%-ban ő beszélgessen a találkozás alatt. A harmadik tipp, mindig nézz az adott ember szemébe. Erre is vannak már tanulmányok, hogy mit, hogyan kell. A legjobb az az, hogyha a partnered beszél, akkor a beszélgetés 70%-ában mindig a szemébe nézel, és próbálsz figyelni. Hiszen, hogyha a szemébe nézel valakinek, akkor ő tudat alatt azt fogja gondolni, hogy te nem csak hallgatod, hanem ténylegesen rá is figyelsz, és koncentrálsz, és érdekel, hogy ő mit mond. Erre is volt egy tanulmány, hogy az a legjobb, hogyha 4 másodpercig tudod fenntartani a szemkontaktust. Ha 4-nél tovább tartod fenn, akkor az már kicsit olyan fura, meg bizarnak tűnik, hogy mit néz ez az ember engem. Ha 4 alatt van, az pedig azt jelenti, hogy nincs elég önbizalmad, hogy ezt megtedd. Tehát 4 másodpercig tarts fenn ezt. Amikor pedig te beszélsz, és ő hallgat, akkor elég olyan 50%-ban, tehát a beszélgetés felén a szemébe nézel, a beszélgetés felénél pedig elnézel, vagy lenézel az asztalra, amit szeretnél. És még hoztam egy plusz egyet, ami szerintem egy óriási nagy aduász, és én ezt mindig el szoktam játszani, hogy kérdezd meg, hogy te miben tudsz neki segíteni. Akár egy baráti, akár párkapcsolati, akár üzleti dologról van szó, kérdezd meg, hogy hol van elakadva az életbe, és hogy te tudnál segíteni benne valamit. Mert ha nem is tud segíteni, és az eseteknek a 60-70%-ában nem tud segíteni, vagy olyan problémája van, amit egyrészt nem akar megosztani veled, vagy ha meg is osztja, nem tud segíteni benne. De ez lesz a fejébe, hogy úristen, ez a csávó, de szimpatikus volt, hát próbált nekem segíteni. Tehát ez is egy nagyon nagy aduász, és ezt megéri kihasználni mindig, hiszen az emberekben óriási bizalmat tudsz ezzel építeni. Tök mindegy, hogy te baráti, üzleti vagy párkapcsolatot szeretnél építeni, az egésznek az a lényege, hogy őszinte kommunikáció nyugodjon, illetve ténylegesen többet tudjál adni, mint amennyit elveszel. És ez már tényleg csak egy bónusz tipp, hogy bármikor te kapcsolatot szeretnél építeni valakivel, vagy van egy szimpatikus ember a suliba, és oda szeretnél menni, csak félsz, akkor menj oda, és kezdj el beszélgetni. Hiszen Dan Bilzerian is ezt mondta, ez mondjuk párkapcsolatban van, vagy csajozásnál mondta ő, hogyha ő visszamehetne a suliba, akkor az lenne a taktikája a csajozásra, hogy bármikor lát egy szép lányt, oda menne hozzá, és elkezdne beszélgetni. És a beszélgetések nagy része sehova nem vezetne, de attól függetlenül hozzászoktatnád magadat a szituációhoz, hogy beszélgetsz másokkal, és hogy úgymond fenn kell tartanod egy beszélgetést, ki kell alakítanod egy kapcsolatot. És amikor már olyan helyzetbe kerülsz, ami ténylegesen éles helyzet lenne, akkor már ez így fog menni neked. Hogy bármikor üzleti, barát vagy párkapcsolatot szeretnél építeni valakivel, menj oda, és ne féljél, hanem menj oda, nézd meg, kezdj el beszélgetni, szoktasd hozzá magadat a helyzethez. Ha csak ezt az egy tippet megfogadod, és elkezdesz gyakorolni, ígérem, hogy teljesen meg fog változni az életed. Remélem hasznos volt ez a videó, és ténylegesen sokat tudtál tanulni belőle, hogy hogyan kell igazán tudatosan kapcsolatot építeni. Hogyha bármi kérdésed van, az kérlek itt a kommentekbe írd meg, mert tök szívesen megválaszolom neked. Illetve ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornánkra. És találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!